mind ahogy itt a hátam mögött látszik is, a szorgoskodnak a munkások, és nagy öröm ez nekünk, hogy tudjuk tartani a dinamikát, mind a mellett, hogy az időjárás néha nem kedvezett nekünk, de a mai nap felkerül az épületre a kupolája a tetőszerkezetnek. Ez azt jelenti, hogy az előre látott dinamika szerint tudnak továbbra is haladni. Bent abban a részben a beruházásnak, ahol majd a szállás lesz, meg minden, ott már elég komoly előre haladott állapotban vannak a belső szerelések is. Tehát ott már víz, kanalizáció, áram. Úgyhogy azért is iparkodnak a kivitelezők, hogy január közepén el tudjunk kezdeni malterozni. Mert ugye a malterozásnak van egy jó oldala is, ahogy szárad a malter, akkor hőt fejleszt, és ezt mindent ki akarnánk, hogy így mondjam, használni, ahhoz, hogy a munka kellő ütembe tudjon folyni. Itt már lehet látni, hogy jó néhány nyilászáró is már be van építve. Várjuk itt még a két ünnep között, karácsony és az új év ünnep között, hogy a földszintet bezáró többi nyilászáró is megérkezzen, és én akkor azt hiszem kinyílik a lehetőség arra, hogy minden olyan belső munkálatot, amit a dinamika szerint előláttunk, el tudjuk végezni. Tehát ez tavaszig akkor minden is készül, amit most említettünk. Aztán jön a következő fázis, ami? Hát a fázisnak, a belső fázisban ugye a legvégén jönnek a padlók, jönnek a burkolatok, tehát a kerámia lapoknak az elhelyezése. Persze időközben ott hőszigetelés fog megtörténni belső, tehát a tetőszerkezetnek és a plafon szerkezeteknek a hőszigetelése, aztán pedig a külső burkolás, amit kőgyapotból fognak elvégezni a kivitelezők. A tervek szerint akár, ha az időjárás megengedi, mert ott is, hogyha plusz 5 fok fölött van a hőmérséklet, akkor lehet a külső hőszigeteléseket is felrakni. Tehát gyakorlatilag paralel fognak működni a munkák, és ami aztán a legutolsó fázisa pedig a felszerelése az épületnek. Tehát az is egy nagyon komoly feladat vár ránk, úgyhogy lesz mit csinálunk az elkövetkező fél évben. Egyre jobban szaporítik a munka, több a munkás is, mint az elejében. Most mennyien dolgoznak itt? Hát most nem tudom pontosan a mai nap megmondani, mert még ugye a főmérnök nővel nem beszéltünk, de volt olyan nap, mikor 52-55 munkás dolgozott, de hát meg is látszik, hogy itt egyszerre 3-4 szakma, tehát itt ácsok, kőművesek, központi fűtésszerelők, vízszerelők, villanyszerelők egyszerre dolgoznak. És az egyik legnagyobb munka, ami most az elmúlt 3-4 héten, mondhatom egy hónap is, az pedig a hatalmas nagy rászerkezetnek az elkészítése és beszerelése, az pedig a lakatosoknak a munkája volt. Úgyhogy bízunk benne, hogy a szeptemberbe berehangozott szakmai munka is el tud kezdődni. Tehát paralel az mellett, hogy ugye építkezünk, tehát az épületet fizikai értelemben megvalósítjuk mi, elkezdtünk beszélgetni a sportegyesületekkel is, tehát ott valahol május végéig nekünk tudni kell, hogy kik lesznek azok a fiatal birkozók, akik majd belakják ezt az épületet, akikkel majd itt megkezdődik a szakmai munka. Bízunk abban is, hogy ez a covidos világ is egy kicsit engedebb a mostani szorításából. Több verseny lesz, sokkal jobban tudunk odafigyelni majd a gyerekekre, mert hát a tavalyi folyamán Szerbiában csak az országos bajnoksággal tudtuk megtartani, sajnos más versenyekre nem volt mód. Tehát akkor majd zajlik egy ilyenfajta válogató, hogy majd ugye kik kerülnek ide ebbe az akadémiába, kik kapnak helyet. Mégis egy picit körvonalazzuk ezt, hogy kik számíthatnak erre a helyre. Igen, hát mondjuk nem válogatásnak lehetne ezt nevezni, hanem inkább azt mondjuk, hogy figyelemmel kísérjük a gyerekeknek az eredményeit. Persze itt elsősorban az eredményesség a függ, mert szeretnénk ugye, hogy ebbe az akadémiába a legtehetségesebb gyerekek kerülnek. Ez nem jelenti azt, hogy ide csak bajnokok fognak idejönni, mert persze ugye ehhez egy komoly döntés kell a családokon belül is, hát ezek a gyerekek kiszakadnak majd a családból. A gyereknek is egy külön, hogy így mondjam, döntés kell, hiszen itt azért az eddig megszokott heti 3 edzés fölváltja egy minimum 6, de 8 edzés is hetente, különböző intenzitásokkal, de hát persze az nem úgy van, hogy tehát felkészítjük majd a gyerekeket erre az őket váró munkára, és
A végső döntést pedig hát majd a szakma fogja mondani gyakorlatilag, tehát mi ezeket a statisztikai számokat, ezt már tudjuk, ugye, mert már az év végi, tehát minden évben ugye a szövetségek elkészítik azoknak az eredményeknek az összegesését, ami alapján kihirdetjük az év birkozóit minden kategóriával többek között. És persze ezek az elvégzett egyeztetések után pedig személyes szerződéskötések fognak történni majd úgy a gyerekekkel, de így mondanám inkább a családdal, mert ők még kiskorúak itt, tehát itt inkább a szülőknek a döntése lesz a legfontosabb, és ugyanúgy azokkal az anya egyesületekkel, akiknek a versenyzői majd itt ezt a szakmunkát fogják végezni, és ahogy már nagyon sokszor elmondtuk, minden versenyző marad a saját anya egyesületébe, tehát hétvégénként, mikor itt, vagy valahol a versenyre fogjuk őket szállítani, vinni, akkor az ott elért eredményt annak az egyesületnek az eredményességéhez írjuk, ahonnan ő idejött.